halasztott időpont és a komoly járványügyi részvételi szabályok ellenére közel 7000 induló vágott neki a 39. Lidl Balaton átúszás valamelyik rajtjának. Ugyanis a mezőny ebben az évben már háromféle indulási lehetőség közül választhatott. A hagyományos 5,2 km-es Révfülöp Balatonboglár távon több mint 6200 fő szállt vízbe, míg a most debütáló Balaton áthúzáson, ahol ezt a távot száppal lehetett teljesíteni, több mint 200-an szálltak vízre. Másodszor rendezték a 2,6 km-es féltávú úszást, balatonboglári indulással és érkezéssel, itt 500-nál is több résztvevő csobbant vízbe. A rövid táv azért, mert jövőre még készülünk a hosszú távra, úgyhogy ez most ilyen jó intermediár átmenet, és amúgy interneten találtunk a lehetőségre, mi erdélyek vagyunk, Erdélyből származunk, itt voltunk nyaralni, és akkor gondoltuk, hogy egy utolsó záró programként ez tökéletes. Pár napja úszok a Balatonban, a víz szerintem tökéletes. Szerintem nem kell semmitől félni, mert nagyon jó a vízhőmérséklete, rengeteg ember van a vízben, úgyhogy nincs amitől tartani. A résztvevők biztonságáról a két part között 130 vitorlásból, 7 kishajóból és 4 motorcsónakból álló úszófolyosó, 7 vízirendész és 4 mentőhajó gondoskodott. Házigazdaként is büszkék vagyunk, meg jó érzéssel tölt el minket, hogy itt vagyunk. Nekünk is van egy 20 éves fiunk, aki évekig úszott, úgyhogy itt megvan a kötődésünk az úszással, tudjuk, hogy mennyi munka van benne, a hajnali kelések iskola előtt, iskola után. Úgyhogy tulajdonképpen így segíteni szeretnénk, tehát azzal a szándékkal jöttünk, és nekik olyan jó érzés, hogy kijönnek ide, és hogy egy picit meg tudnak pihenni, kicsit tudjuk buzdítani őket, hogy ez nekünk is pluszt ad. Igazából a kihívás volt a vonzó, én már régebben versenyszerűen úsztam, és már nagyon régóta szerettem volna átúszni, de eddig nem volt rá lehetőségem. Nekem ez már így a harmadik Balaton átúszásom, először így édesapám hozott el engem, 11-12 évesen, és így gyakorlatilag én úgy kezdtem bele a gyárba, hogy minden dolgot ki akarok próbálni, és így a Balaton átúszás is közte volt. 11-szer úsztam, aztán kihagytam egy jó pár évet, és most 7. vagy 8. év után újra elkezdtem. Nagyon kevés, most már kibírjuk a végéig. Küzdök az idővel, remélem 3 órán belül meg lesz. Első alkalommal vagyok itt, és úgy jutott eszembe, hogy a két lányom meg a férjem átúszta a Balaton. Ahhoz nekem nem volt affinitásom, de amikor megtudtam, hogy lehet száppal is nevezni, akkor beneveztem száppal, hogy itt legyek velük. Most próbáltuk így először, szapozás is újdonság számunkra, Ávi szokott szapjúgázni, úgyhogy onnan jött az ötlet, hogy most akkor ezt a lidülös áthúzást megpróbálnánk. Nem volt ez egyből egy nagy falat, az 5,2 km? De igen, de nagyon izgalmas volt, meg amúgy a látvány is nagyon szép, néha így hátra nézegettünk a Badacsony fele, csináltunk pár képet. Nagy élmény, mindenkinek ajánlom. Ez hányadik átúszásod volt? Számolod? Hát az a helyzet, hogy már nem. Azt hiszem, hogy 4 vagy 5 évesen úsztam át először. A legelső az úgy volt, hogy még apumnak végig fogtam a vállát, és úgy úsztuk el. Utána igazából a többi meg már csak úgy ment. Ez időm nem olyan jó, de a lényeg, hogy megvan. 25 éve bakancslistás ez az úszás. Párommal járunk a Balatonra, ő körbe szokta futni. Ő hosszú távfutó, és most ma van a születésnapja, és most én miattam jöttünk, és hogy átúztam a Balaton. Készültél is erre? Igen, egy kis tavon, ami 1,5 km hosszú körülbelül a tó, és azon jövőre egy kicsit többet készülünk, de nagyon jó volt. 67 éves koromban voltam először itt, aztán fiúk azok úsztak, akkor úgy gondoltam, hogy nekem is át kell úszni. Úgy 4 kilométerig nagyon jó volt, de sokat számított az, hogy egy fél év kihagyás volt a járvány miatt, meg aztán pont ugye az utolsó részben akkor erős hullámzás is volt és sodor volt, de hát ezzel jár. Ez hányadik Balaton átúszásotok volt? Kislányomnak az első volt, nekem már sokadik. A kisfiam is úszta, ő már valahol szerintem egy órája benn van, és az apukájuk is a vízben van. 4-en úsztuk. Mindig sportos család voltunk, a kislányom meg a kisfiam vízilabdázik, tehát nekik ez természetes volt, hogy a vízben jól érzik magukat. Hát az az igazság, hogy jobban úszott, mint én, tehát tényleg tartani kellett vele az iramot, nehéz volt.